Jó reggelt, hétfő van, az Ágnesek névnapja, boldog névnapot az Ágneseknek, nem tudom, Gyurcsány Ferencnek van-e Ágnes nevű ismerős. Hát a Vadai Ági. Ha hogy nem. Ő szokott itt ülni magával, hát nem én. Most már értem ilyen korán reggel, hogy miért szokott jönni. Mert korán kellő, dehogy is, ő is mindig morog. De hát azért nagyon korán. Ez nagyon durva? Mikor szokott kelni? Hát egyébként normálisan olyan 5-6-6-kor, de hát ahhoz, hogy most idejöjjek magához, már 3-5-kor felkeltem. Köszönöm szépen. Nagyon örülök neki. Azt mondják, aki korán kell, tudja. Aranyat. Aranyat, azaz. Megmutatjuk, hogy jött, mert ez a kapcsolatban van kérdésem. Felvettük, amikor érkezik Gyurcsány Ferenc ide az ATV székháza elé. És hát ugye nekem az jutott eszembe, hogy azt gondolják az emberek, hogy ilyen luxus limuzinokkal, hatalmas nagy autókkal közlekedik a pártelnök, főleg az ex-miniszterelnök. Most ehhez képest ez egy mikrobusz. Én normál esetben egy Skodával járok, az az én autóm. De most megint második hete jövünk, megyünk az országba. Ez a turnébusz? Ez a turnébusz, igen, igen. Szokjuk a kampánynak a hangulatát. És ebben, ahogy az mondjuk az amerikai elnöki turnébuszokban van, bárpult és kvázi mint egy könyvtárszoba és tárgyaló, tehát ebbe a kicsi, hát ebbe a kis mikrobuszba elfér mindez? Hát ez elképesztően fapadó fiószág, de nagyon. Ebben semmi nincsen. Még csak az üléseket sem lehet állítani. Ilyet tudtunk bérelni erre az időszakra. Ennyire futotta. Mert hogy nem megy jól a DK-nak anyagilag? Hát hogy a csodából menne. Erről is mindenféléket lehet hallani. Hogy a csodából menne jó. Ugye nem lehetett frakciónk. Azt a támogatást, amit a frakciók megkapnak, azt mi nem kapjuk meg. Így aztán az a pénzünk van, amit a tagjai befizetnek egy évben nagyjából 25-30 millió forintot, meg amit a 10 képviselő független képviselőként hivatalosan kap az országgyűléstől, az olyan 5 millió forint körül a fejenként, és azt összeadjuk. Azt összeadjuk, és úgy gazdálkodunk vele, mint hogyha lenne frakciónk és közös lenne. Ezen a turnébusszal turné kezdődött, ugye az első hét tapasztalatait lehetne összefoglalni egy puszta szabolcsi időközi választás eredményében, mert a Fejér megyében kezdett, nyilván nem véletlenül pont ott, ahol puszta szabolcs is várható. Nézd, ez nekünk igen nagy siker tényleg, hát ez egy fiatal új párt. Mi voltunk az egyetlenek, akik pártszínekben indultunk el, nem bújt el a jelölt függetlenként. Kapott 25%-ot, ami nagy dolog, azt gondolom, és hát valamit még megmutatott, volt egy korábban szocialista színekben politizáló jelölt, az alpolgármesterasszony, mi ketten egyébként többet kaptunk, mint a győztes Fidesz. Tehát ha van összefogás, hogyha hajlandóak lennénk arról megállapodni, értem rajtunk múlik, hogy mindig a Fidesz-szel szemben egy jelölt induljon, akkor most is győztünk volna. Igen, mert a független jelölt, aki győzött végül, Fidesz támogatással győzött, Csányi Kálmán, az önök jelöltje pedig Miklósi Péter volt, akkor már nevezzük nevén. Viszont biztos az, hogy aki az MSZP-re szavazna, vagy aki a DK-ra szavazna, az így együtt is szavazna önökre? Persze, ez egy hogy mondjam, helyén való kérdés. Azt hiszem, hogy el lehet fogadtatni a Fidesz-szel szemben álló ellenzéket támogató szavazóknak, hogy közös jelöltet támogassanak. Hogy aztán 100%-ban sikerül le, vagy 90, nem tudom, de az nagyon világos, hogy 20-30 szavazattal most győztünk volna és megverhettük volna a Fideszes jelöltet. Kapott egy Magyar Vagyok táblát az elmúlt héten a Jobbikos képviselőktől, nem is képviselők voltak, de lehet, hogy helyi képviselők voltak, az minden, az biztos, hogy Jobbikosok igen. voltak, az számtalan módon kiderült. Ez az országjárás, ez általában ilyen harcos hangulatban telik? Már nem olyan harcosak, de kétségtelen, hogy felpaprikázta a jobb oldal egy részét. Ez a másfél héttel ezelőtti az ordinári Bayer szövegre adott válasz is azon a tüntetésen a nyakunkba helyezett tábla, hogy én is cigány vagyok, és nem értik. Ők úgy gondolják, hogy egy ilyen tábla a magyarság elárulása. Hiába mondom én nekik, hogy az ember mindig azzal van, akit méltánytalan módon bántanak. Ha valaki bűnkövetel, azt nevén kell nevezni. De valakit azért bántani, hogy ki az apja, ki az anyja, legyen az cigány, legyen az zsidó, legyen az homoszexuális, bárki, akkor azt gondolom, hogy tisztességes demokratáknak az a dolguk, hogy a megbántottal, a megsértettel vannak, de azt is látom, hogy a radikális jobboldal egy része ezt, hogy mondjam, árulásnak tekinti egy ilyen táblát. Gondolkodás nélkül megáll egy ilyen vitában? Beszélgetni? Hát ha rajta múlik, akkor én mindig oda megyek ezekhez a jó emberekhez. Mert ugye most is az történt, hogy tüntettek, meg oda, megállt és oda ment. Igen. Hát 20-30-an jöttek össze, nagy hanggal. Nem fél? Hát mi a csodától? Hát mit tudom, nem akinek mit tudom, eljár indulatában a keze, nem is előre megfontolt szándékkal, hanem egyszerűen mond valami olyat, nem, mondjuk nem, lenácizza nem. őket, amitől ők indulatba kerülnek. Nem volt sohasem erre példa tényleg.
Azt kérem tőlük, hogy akkor most egy picit hagyják abba a kiabálást, mert úgy nehéz lesz beszélni, és mondják meg, hogy akkor ki az, aki először kérdez. Ők kérdeznek, én megpróbálok válaszolni. Ettől aztán még dühösebbek általában, mert hogy a csodában van, hogy ide jön az ördög, és az meg ahelyett, hogy felháborodna és visszakiabálna, próbál velük értelmes hangon szót váltani. Szokott ebből után... párbeszéd lenni? Tud ez a helyzet olyanná alakulni, hogy ebből egy normális párbeszéd jön létre az útszélén, a kávézó előtt, vagy mit tudom én hol? Hát van valamilyen dialógus. Én nagyjából ilyen tónusban beszélek. Ők nagyon sokszor erre belekiabálnak, intulatosan közbeszólnak, én meg intem őket, hogy álljanak már meg. Hát nem arról volt szó, hogy megbeszéljük, most hiába kiabálnak, hogy nem fogunk egyről kettőre jutni, és akkor beszélgetünk egy 10 percet, és akkor mindenki megy a dolgára. Én ilyenkor általában megyek arra a fórumra, amelyre igyekeztem. Azt mondta Navracsics Tibor 4 nappal ezelőtt, nem tudom, eljutott önhöz a hír, a Láncid Rádiónak nyilatkozta, hogy Gyurcsány Ferenc nem kívánatos személy a magyar politikai életben. Ez egy miniszterelnök helyettestől erős mondat. Szerintem Navracsics Tibor nem fog demokratikus koalícióra szavazni, ezt gondolom. Navracsics Tibornak ebben az ügyben egyetlen egy szavazata van, éppen annyi, mint önnek, meg nekem. Ez a diktatúra észjárása, amikor a fentlevők kiosztják a szerepeket, és megmondják, hogy kinek van helye, kinek nincsen. Szólni kellene a miniszterelnök helyettes úrnak, hogy még az ő alaptörvényük is, amit nem sokra tartok, egyelőre Magyarországot parlamentális demokráciaként értelmezi, ott pedig a választók eldöntik, hogy ki kívánatos és ki nem, ne aggódjon a Fidesz. Az a Fidesz, aki 2,5 év után még mindig velem foglalkozik, aki éppen lassan 4 éve nem vagyok miniszterelnök, annak önbizalom problémája lehet, azt gondolom. A teljesítményük alapján értem, de hát azért egy miniszterelnök helyettes ne leplezze már le önmagát. Mert ez kontrában is igaz. Táplálja az önbizalmát, hogy még mindig, ahogy mondta, a patás ördög képével azonosítja a Fidesz? Hát nézd, egy politikusnak a legrosszabb, hogyha a kutyát sem érdekel. Ehhez képest az, hogy egy egyébként valóban politikai erővel rendelkező kormánypárt vezetői időnként velem kellnek és fekszenek, hát ezt hogy is mondjam, tekintsük elismerésnek. Na, vannak itt még mondatok, Bajer Zsolt ellen úgy is szokott tüntetni, akkor most idézek Bajer Zsolttól egy tegnapit, ez csúnya lesz, előre megmondom. Azt mondta önről és Mesterházi Attiláról, vagy legalábbis azt írta, a szocialisták országos vezetője annak a Gyurcsány Ferencnek volt a famulusa, kávéfőzője, Sunyi kis talpasa, ócska segédje, aki levezényelte a 2004-es nemzetáruló gyalázatot. Ma a miskolci szocialisták vezetője ott folytatja, ahol dicstelen és nyomorult elődei, Kovács László és Gyurcsány Ferenccel az élen abba hagyták. Érzéketlen, tahó, nyomorult alak, mint amilyenek azok voltak. Nem tudom, hol van a határa a szólásszabadságnak. És nem tudom, hogy hol van a határa annak, amit egy politikusnak el kell fogadnia, vagy viselnie. Itt van? Vagy tovább? Nézze, róla mennél cifrábbakat is mondanak. Én azt gondolom, hogy Bajer hivatásos nácit minősíti, őszintén szól ez a szöveg. Így nem beszélünk. Bajer hivatásos náci lenne? Igen. Hát azt gondolom, hát nézze, ez a nyelv, ez a nácizmus nyelve. Az a nyelv, amit ő rendszeresen használ, kiket meddig kellett volna eltemetni az orgoványi erdőben, csak utalok egy másik szövegére. Így demokrata nem beszél, de azt mondanám, hogy így becsületes ember nem beszél a másikról. Lehet Bajernak vitája bárkivel. A magyar nyelv rendkívül gazdag, lehet ezt a vitát ennél sokkal szebben is lefolytatni. Nem az én dolgom, hogy Mesterházi Attila nevében kikérjem ezeket a szövegeket, de azt hiszem, hogy, hogy mondjam, az emberi méltóság védelme az azt kívánja, hogy visszautasítsunk egy ilyen szöveget. De azt látja, hogy ezeknek a szövegeknek, megnyilatkozásoknak mi a céljuk? Együtt tartani a Fidesz kemény magját, ébren tartani az indulatot, a haragot. De hát ennél jobb a Fidesz kemény magja. Tehát én még mindig azzal az illúzióval élek ebben az országban, hogy ennél minőségibb a Fidesz kemény magja, mint amit ezek a szövegek sugallnak. Egy része feltétlenül, egy része meg nem. A Fidesznek igazi gondot okoz, hogy nem volt képes azt az Orbáni stratégiát megvalósítani, hogy tőle jobbra, radikális irányba ne legyen már párt. A Fidesz küzd ezekért a radikális szavazókért, szavazatokért, őket ki kell szolgálni, az ő nyelvüket kell megmutatni. Hát nyilván Bajer kollégának itt, mondom ezt idézőjelbe, ez az egyik funkciója, hogy ezt a fajta indulatot, ezt a fajta embertelenséget ezt fenntartsa. Itt van a másik ügy, ami mostanában elég nagy port ver fel, ez a Szilvácsi Laborc sportik történet. Hát azt gondolom, hogy valami kommentált legalábbis igényel az ön részéről.
Nagyon-nagyon-nagyon biztos vagyok abban, hogy ebben semmi igazságtartalom nincsen. Én ugyan nem beszéltem a Szilvási Gyurival az elmúlt napokban telefonon, talán a cikk megjelenés előtt épp egy nappal valamelyik perének volt egy fordulója, és utána hívtam fel, hogy látta, mire számít itt a, talán ezen a héten lesz majd ítélet. De azt gondolom, amennyire én ismerem a Szilvásit, és hát ismerem majd 30 éve, hogy teljesen kizárt, hogy azért keressen akár áttételesebb bűnözőkkel kapcsolatot, hogy politikai riválisokra terhelő adatokat szerezzen. Természetesen ki kell vizsgálni minden ügyet, hogyha felmerül, de azt mondanám, hogy ide a nagy kést, hogy ezt szokták mondani, hogy ez nem igaz. Ugye az volt itt a vád, vagy az a vád, amit a Heti Válasz és a Magyar Nemzet forrásaiból megtudhatunk, anélkül, hogy magát a forrást felfedték volna, mondani, hogy az egyelőre államtitok, és épp ők kérik, hogy ezt szabadítsák fel, hogy Szilvási György megbízására a titkosszolgálat vezetője a maffia egyik vezetőjével találkozott, és kérte fel arra, hogy a Fidesz vezérkarával szemben, vagy kiemelt politikusaival szemben, vagy gyűjtsön, vagy kreáljon bizonyítékot. Ugye ez lett volna az a beszélgetés, amelyeket a titkosszolgálat vezetője hivatalosan aztán fel is vett. És ez igen, ez a hanganyag, ez megvan. Azt hiszem, hogy ez nem is képezi vita tárgyát. El tudja képzelni azt a szituációt. Én vagyok egy titkosszolgálati vezető, ön a megkeresett személy, én felvetettem a beszélgetést, amit aztán el is helyezek a titkosszolgálat irattárába, és közben pedig törvénytelenségekről beszélek. Hát nézze, ehhez nem egyszerűen idiótának kell valakinek lenni, hanem azt gondolom, hogy a becsület a szakma szabályainak hát teljes hiányáról árulkodni. Én ezt nem hiszem. Azt gondolom, hogy sokadik ügy, amivel a Szilvásit és környékét, meg hát áttételesen persze a mi kormányunkat, azt hiszem szeretnék ütni, vágni. Azt hogy állja meg, hogy ilyenkor mondjuk Szilvásit nem hívja fel? Te Gyuri, mi ez? Hát nézze, ilyen ügyekről egyébként sem beszélnénk telefonon most, ugye ezt azért érti ön is. Én vidéken voltam egész héten. Utána úgy megszoktuk mi már, hogy csapkodnak a villámok körülöttünk, valóságosak vagy kreáltak, hogy ettől nekünk, szerintem neki sem, nem szaporább a pulzusa. Eszébe nem jutna az ember, hogy különleges lépéseket tegyen. Ezért aztán majd, ha el fogunk odáig jutni, hogy én befejezem ezt a turnét, még jövő héten is ezt csinálom, hát nyilván össze fogunk futni, és amit ő erről elmondhat nekem, nyilván el fogja mondani, de nagyon csodálkoznék, hogyha több lenne annál, mint amit ő egyébként nyilatkozott, azt hiszem valamelyik újságnak, a Népszabadságnak viszonylag hosszasan, és nagyjából helyre tette a dolgot. Igazából ő azt mondta, hogy ez úgy abban a formában nem igaz, mert jó néhány hamis állítás szerepel a cikkben, de azt nem mondta, hogy ahogy van, hazugság. Hát nyilván meg kellett erről a dologról kérdezni, önnek is, másnak is. Teljesen természetes, hogy egy volt. Abban biztos, hogy önig nem jut el a történet? Hát abban biztos vagyok, hogy szeretnének minden történetet elhozni én hozzám. Én erről a történetről nem tudtam, az én egész karakterem egyébként olyan, amitől a titkosszolgálatokkal a foglalkozás meglehetősen távol van. Nem volt meg érdeklődő típus miniszterelnökként, hogy mi történik a titkosszolgálatok házatáján. Hála Istennek nem is kellett. A szokásos hivatalos tájékoztatóban kívül... 2006-ban nem lett volna baja, van információk arra, hogy a tévészékezetet mire készülnek. Abszolút, de nézze... Ezt nem a miniszterelnök fogja megoldani. Ez így van. Ezt a kérdést. Hát legalábbis normális esetben nem így kell. Szerintem az a normális, hogyha a miniszterelnök általában is viszonylag ilyen típusú operatív ügyekről, legyen a titkosszolgálat, de lehet egészségügy is. Hát nem én nekem kell megmondani, hogyan kell csipőt, protézist behelyezni, meg nem én nekem kell megmondani, hogyan kell a titkosszolgálatokat vezényelni és irányítani. Ez egy szakma. Mi ezt a szakmát nem ismerjük. Van itt egy másik, azt megint a Heti Válasz szellőztetgeti. Most ezekkel jövök, látja. Legalább a fajta, a végén. Igen, azt a fajta latolgatást lehet olvasni a jobboldali sajtóban, legutóbb éppen ebben a Heti lapban, hogy mennyire rossz a DK-nak, hogy szemmel láthatóan a Mesterházi Attila felülkerekedni látszik Bajnai Gordonék elképzelésén, és az MSZP maga alá gyűri az együtt 2014-et, és azt a nagy ernyőt, amit a Bajnai féle szövetség akarta a bal oldalon létrehozni. Ebben így felületes ránézésre van némi igazság. Gondolkoznak ezen, hogy mi lesz akkor, hogyha Mesterházi Attila kikerülhetetlen lesz, és vele kell megegyezni, és nem mondjuk Bajnai Gordonnal elsősorban? Ebben van igazság, de azt hiszem, hogy máshogy van benne igazság. Ha Bajnai azt gondolt egy pillanatig is, hogy ő le tudja gyűrni az MSZP-t, akkor azt hiszem, hogy egy téves koncepció lehetett volna, de nem hiszem, hogy ő ezt gondolta. Az igaz, hogy ahogyan szerintem ez elindult tavaly októberben a Bajnai beszéddel,
úgy az összefogás ma már az együtt 2014 ernyő alatt nem valósulhat meg. De hogy miért ne állapodhatnának meg egymással a pártok önálló szereplőként? Úgy látom, erre egyébként nyitott Mesterházi Attila és az MSZP. Az E14, a Demokratikus Koalíció, az MSZP, azt nem értem meg, hogy miért nem tehetnénk ezt meg. Szerintem meg is fogjuk majd tenni. Más oldalról kihívás nekünk őszintén szólva az E14 megjelenése. Bajnai karaktere, mondani valója, az elég közel van ahhoz, ízlése, amit mi is gondolunk. Van pár helyen érdemi eltérés, de azért a választók szemében, amit a Bajnai gondol a világról, és amit én gondolok a világról, ez nincsen túl messze. Ezért aztán valóban a DK szavazóinak egy része, az nagyon könnyen szavaz Bajnaira is a együtt 2014-re. Ebből a szempontból egyébként valóban kihívás Gordon megjelenése, de ha nem a DK párt érdeke felől nézem ezt a dolgot, hanem hogy minél többen jöjjenek szavazni a Fidesz demokratikus ellenzékére, akkor szerintem jó, hogy megjelent Bajnai a színen. És azt jól tette, hogy a múlt héten megszerőztette, hogy a Tandíjban gondolkozik, és hogyha a DK olyan helyzetbe kerül, akkor bizony a Tandíjat, lehet, hogy pár ezer forintos Tandíjat, de megtartja? Ezen a hétvégén van a DK-nak a kongresszus, ahol elfogadja a párt a programját. Ez a program nyilvános, ugyanilyen nem megszellőztettem, hogyha most rákattinton a DK honlapjáról, ott látná teljes egészébe. Hát nézze, én szerintem meg kell mondani az országnak, hogy mit gondolunk. Szerintem a felsőoktatás abból az állami költségvetési pénzből, amit lehet neki adni, abból nem tud olyan színvonalú lenni, amilyet szeretnénk. Többet lehet neki adni, mint amennyit most kap, vagy amit kapni szándékozik a Fidesz kormány? Annál biztos. Hát nézze, ez a pénz most nagyjából fele annak, mint amit mi alattunk kaptak 2008-9-ben. Ugye az 200 milliárd fölött volt, most meg 110-120 milliárd között van, és volt egy kis infláció is azóta. Miért nem mondjuk azt a hallgatóknak, hogy ide figyeljetek, akartok egy tisztességes felsőoktatást, ti sem vagytok tandíjellenesek, egyébként a hallgatói hálózat, meg a diák önkormányzatok azt mondják, hogy ők elfogadják a méltányos tandíjat. Szerintünk pár ezer forintos méltányos, alapvetően az egyetemeknél maradó, annak legalább a feléből szociális és tanulmányi ösztöndíjat adó tandíj, az nem ördögtől való is. Én nem akarok úgy politizálni, sokat tanultunk mi is az elmúlt évekből, hogy nem beszélünk, hogy nem őszintén a választókkal. Szerintünk kell, de mondok ennél cifrábat, aminek még kevésbé fognak örülni. Tessék megnézni, hogy mennek el az orvosaink és a nővérek. Melyik ön gondolja azt, hogy a magyar egészségügy színvonal az emelhető, anélkül, hogy valamilyen módon ne járulnánk hozzá, nem vízidíjról beszélek. De hogy azt csak költségvetési pénzből nem lehet megcsinálni, nem lehet itthon tartani az orvosokat, nem lehet emelni majd a bérüket, abban nagyon biztos vagyok, és azt gondolom, hogy beszéljünk erről az emberekkel, elutálták jó 4-5 évvel ezelőtt a vizitdíjat, de hát nézzenek körül. Bizonyos kórházakban 20. után már nincsen műtét. Vizitdíj lenne, akkor nem így lenne? Nem, még egyszer mondom, nem tudom, hogy vizitdíj kell-e, vagy kiegészítő biztosítás kell, vagy nem tudom, mi a csuda kell, de kell a magyar egészségügybe 1-200 milliárd forint még. Hát aki ismeri a magyar költségvetés helyzetét, az tudja, hogy ott nincs. Akkor most mit csináljunk? Mit mondjunk a választóknak, hogy majd lesz költségvetési pénz? Honnan a csodából lenne? Akartok jobb egészségügyet? Igen. Akartok picikét hozzájárulni? Nem paraszolvenciát adni? Évente 100 milliárdos nagyságban adunk paraszolvenciát, de abban az egyik orvos igen sokat kap, a másik nem kap semmit. Hát ez egy bonyolult kampány lesz, hogyha meg akarják úgymond őszinte mondatokkal szólítani a választókat, mert ugye mindenki egész másról fog beszélni. Nézze, én a politikában sok mindent tapasztaltam, sok mindent kaptam. Miután nincsenek miniszterelnöki ambícióim, a DK tudja, hogy ő ebben a választási fordulóban azt tűzheti magáért célként, hogy egy ilyen alapvetően modernizáló, nyugatos polgári pártként kapjon 6-7%-ot. Szerintem 6-7-8%-nyi választó, az akár még hálás is lehet, hogy van egy olyan párt, ami arról beszél, hogy például 50-100 millió forintos ingatlan vagyon felett nyugodtan lehet ingatlan adót fizetni. Nyugodtan. Nem kell ettől félni, nem kell adót fizetni egy normál lakásért. Vagy miért ne lehet a nagy vagyonok után fizetni, azt nem látom be. Mondja, hogy nincsenek miniszterelnöki ambíciói egyszer s mindenkorra? Tehát ez kimeri jelenteni, hogy soha többé? Én az ön helyébe, ha lenne ilyen fogadás, nagy tétel, nem fogadnék arra, hogy bármikor is leszek még miniszterelnök, mert nem lehet ezt látni, hogy 14-ben biztosan nem, sőt kormánytag sem, erre viszont nyugodtan fogadhat igen nagy tételben. Most viszont útnak indul, merre megy? Ma Oroszlány, Komárom, aztán Győr megye, aztán Vas megye, aztán Zala megye,
István Veszprém megyébe fejezzük be Pápán jövő héten, vagy e héten pénteken. Szép nagy turné, csomó rockzenekar cserélne. Jó utat kívánok, és köszönöm, hogy felkelt a kedvünkért, milyen korán reggel.